hogyan lett a strucc kopasz. Tudjátok, hogy nem volt mindig kopasz a strucc nyaka? Most elmesélem, hogyan veszítette el a tollait. Ausztrália poros földjén sétálgatott a strucc. Kecsesen és büszkén járkált. Nem csoda, hogy büszke volt, hiszen tollai a szivárvány színeiben ragyogtak. A legvarázslatosabb árnyalatú tollak pedig a libegtek. A többi madár irigyen csodálta a színpompás tollakat. Először a seregély kereste fel. – Ó, struc! kérlek, adj nekem egy gyönyörűséges tollat a nyakadról! – kérlelte epekedő hangon. – Én olyan jelentéktelen külsejű vagyok, így soha nem fogok párt találni magamnak! – a strucnak hatalmas szíve volt, megsajnálta a seregét. Adott neki egy tollat a nyakáról. Látva a seregé szép tollát, a veréb látogatta meg a strucot, hogy ő is kérjen egy tollat. A struc vele sem volt fukar. Aztán jött a bagoly, a galamb, a rigó, és sorra az összes sivatagi madár, és mindannyian kikönyörögtek egy-egy tollat. A struc nyaka egyre jobban fázott éjszakánként, de nem volt szíve senkit elutasítani, már csak a hátát és a melkasát takarta toll. Megsajnálta ekkora madarak királya, és mély álmot bocsátott rá. Míg aludt, a maradék tollait feketére festette, hogy egyik madár se irigyelje el tőle a lábait pedig hosszúra nyújtotta, hogyha egy madárnak ez mégis eszébe jutna, el tudjon szaladni előle. Mikor felébredt, a struc igen elcsodálkozott fekete tollain és hosszú lábain, de megértette a madarak királyának üzenetét, és onnantól kezdve jobban vigyázott a tollaira.